emberfia eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 27. verssel köszöntöm szeretettel a testvéreket advent második vasárnapján. Két advent között továbbra is erre a mondatra figyelünk az adventi időszakban, és a mai alkalommal ez a két fogalom áll előttünk, ítélet előtt, kegyelem alatt. Egy példázat hangzik majd el a fügefáról, az Jézus jól ismert példázata, ezt fogjuk majd az ige hirdetésben is végig gondolni. Szeretettel hirdetem, hogy mai Isten tiszteletünk úrvacsorai Isten tisztelet a hónap első vasárnapja lévén. A Biblia óra megszokott időpontban, itt Bonyhádon csütörtökön 4 órakor lesz. Hirdetem azt is, hogy december 19-én, azaz 2 hét múlva délelőtt nem német, hanem magyar nyelvű Isten tiszteletünk lesz. Délután 4 órától pedig családi karácsonyi Isten tiszteletet tartunk. Erre várjuk a gyerekeket, hittanosokat, szülőket, nagyszülőket. Itt a templomban lesz ez az alkalom. Megérkezett az útmutató, amelyet 800 forintos áron lehet itt gyülekezetünkben vásárolni. A szeretett forrás kiadványunk rendelés alatt, hiszen az eddig rendelt 20 példány elfogyott, de érkezni fog jövő vasárnapra, ez majd 2000 forintos áron lesz kapható, illetve naptár 1200 forintos áron kapható. Szomorúan hirdetem, hogy 4 halottunk is van gyülekezetünkben. Elhunyt Lőrinc Imre, kismányoki lakos, 65 esztendős korában. Az ő temetése december 7-én kedden délután 3 órakor lesz a kismányoki evangélikus templomban. Felesége Laufer Márta többek között a kismányoki német önkormányzat egyik tagja. Elhunyt Kerber Jánosné született Égi Mária, bonyhádi lakos, 87 esztendős korában. Ott a Zrínyi utca 6-os kereszteződésénél lakott Kerber néni. Temetése december 9-én csütörtökön 1 órakor lesz itt a bonyhádi temetőben. Elhunyt Heck Ádám, ófalusi lakos. Az ő temetése december 13-án hétfőn lesz 3 órai kezdettel az ófalusi temetőben. És végül hirdetem, hogy elhunyt Dekman Ádám testvérünk, bonyhádi lakos. Ő a bonyhádi Szent Erzsébet otthon lakója volt. Az ő temetése december 17-én pénteken délután 3 órakor lesz itt a bonyhádi temetőben. Isten áldása, Isten vigasztalása legyen a gyászoló testvéreinkkel. És Isten áldását kérjük erre a mostani Isten tiszteletünkre. Az Isten tiszteletet a 133-as énekkel kezdjük meg, ezt követően majd a 2-es számú liturgiához lapozzon. Thank you.
íme eljön az Úr a népek üdvözítésének, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, népek pásztora, hallgass meg, jöjj el és üdvözítsd népedet. Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk. Thank you.
tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva, megváltónak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzséhez. Szent néped csak egy kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha soha sem uralkodtál volna rajtunk. Mintha nem te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Hogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja vizet, a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkesenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek, soha senki nem hallotta, fülébe nem jutott, szemébe nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Fogadjátok be tehát egymást, ahogy a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelek. Ezt mondja. Örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is. Dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítsétek őt minden nép. Izsajás pedig így szólt. Hajtással riad Isai gyökeréből, és népek uralkodójával emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az
ige hirdetésre készülve 142-es éneket énekeljük. 142-es.
Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a példázatot, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 13. fejezet 6. versétől a 9. versét, a következőt. Azután Jézus ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja a földet hiába? De az így válaszol neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, 2 advent között, igazából az adventi időszak mindannyiunk számára a várakozásnak az időszaka. Hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani, ezen a 4 héten, vagy rövid 4 héten az ünnepre várunk, a karácsonyra várunk, és mindenki azzal van elfoglalva, hogy a saját otthonát, vagy környezetét, közösségét megpróbálja felkészíteni, előkészíteni erre az ünnepre. Pilinszki is egy gondolatot írt erről a várakozásról, advent időszakáról, amelyet hadd olvassak fel. Advent a várakozás megszentelése. A rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre, és várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlen. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni, és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerésben születhet valódi meglepetés. Lehetséges vége érhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony, a szeretet és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik. És már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes, a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a legképiesebb és legelviselhetetlenebb, a hetek, órák, percek kattogó, szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Pilinszki gondolatai talán meghökkentenek abban az értelemben, hogy valóban a várakozás pontosan arról szól advent időszakában, amit pontosan tudunk, pontosan értünk. Legalábbis kérdés, hogy tényleg erre várunk. A mostani példázatunkban is várakozásról van szó. A várakozás azonban nem az ember várakozása. A 2 advent kifejezés jelöli azt, hogy egyszer várunk arra, ami már megtörtént, ami mögöttünk van. De várunk arra is, aki jön, aki érkezik hozzánk. Adventus Domini, az Úr érkezése. És az a második érkezés az, ami ezen a mostani vasárnapon és az előttünk lévő héten felnagyítódik. Az, aki jön, az, aki érkezik közénk, dicsőséggel és hatalommal, ítélni fog.
és így érthető advent időszakában szembenézni azzal, hogy ítélet alatt kegyelem, ítélet előtt kegyelem alatt él. Ez a példázat két embert és egy fügefát állít elő. A két ember közül a gazda az, aki kifejezi azt, hogy már 3 éve várakozik. 3 éve minden alkalommal kijön a szőlőbe, és várja, hogy a fa gyümölcsöt teremjen. Várja, hogy mindannak, amiért dolgozott, eredménye legyen. Csak hogy nincs eredmény. És ekkor mondja ki az ítéletet, szól a vincellérnek, vágd ki, ne foglalja a földet ilyen. Ekkor szólal meg a vincellér, és ekkor jelenik meg a vincellér várakozása. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát van terem jövőre. Két személy, egy fügefa. És kiderül az, hogy ez a két személy ugyanaz. Ez a két személy nem más, mint Isten. Az az Isten, aki előttünk jelenik meg. Az az Isten, aki egyszerre ítélő és kegyelmes. Az az Isten, aki számon kéri a bűnt, és az az Isten, aki szeretne kegyelmezni a bűnét megvalló bűnösnek. Gyümölcs. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy vajon mi lehet az a gyümölcs, amiről itt szó van. Hiszen az ember, aki ide teremtetett ebbe a világba, sokszor nagyon pontosan meghatározza azt, hogy mi a célja az életben. Sokszor nagyon pontosan elmondja azt, hogy mit szeretne elérni az életben. És beszélünk boldogságról, beszélünk arról, hogy talán fényűző módon éljünk, gazdagságról, vagy beszélünk arról, hogy szeretnénk valami hivatásban kiteljesedni. Sok mindent meghatározunk célként, gyümölcsként. Isten azonban valami más gyümölcsöt keres. Valami olyasmi gyümölcsöt keres életünk fáján, ami örök. És ez a gyümölcs nem más, mint a teremtettségünk lényege. Hiszen teremtettségünk lényege pontosan az, hogy emberként éljünk, hogy emberként megtanuljunk szeretni, és ezt a szeretetet onnan merítsük, hogy Istenből élünk. Ahogyan a fa szívja a talajból a táplálékot és a vizet, úgy mi is az élethez Istentől kérjük és kapjuk mindazt, amire szükségünk van. Csak hogy az ember már sokszor és sokféle időben elfelejtette ezt. Eltávolodott mindattól, amitől az élete gyümölcs termővé válhat. Múltkor olvastam egy gondolatot arról, hogy vajon az ember fejlődik-e? Vajon az ember előrébb jut-e? És igen, nagy kérdés. Többek vagyunk, jobbak vagyunk, mint akik 1000 vagy 2000 évvel ezelőtt éltek? Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ugyanarra van szükségünk, hogy visszataláljunk Isten. Ugyanúgy ugyanarra van szükségünk, hogy visszataláljunk Krisztushoz. Igen, a vincellér az, aki mindent megtesz azért, hogy hátha. Körülás, megtrágyáz. És ez az egész folyamat ott kezdődik, a leglényegesebbnél, a gyökerek. Mert nekünk magunknak is advent időszakában, amikor várjuk az Urat, amikor várakozunk, rá kell döbbennünk, hogy mindent újra kell gondolni. A gyökereknél kell elkezdeni. És meg kell néznünk, hogy vajon életünk útja, életünk iránya jó irányba megy. Helyes-e az az irány, ahogyan élünk, amit gondolunk. Hátha. Az az idő, amit kapunk, Isten várakozása lehet.
És kiderül az, hogy advent időszakában nem csak mi várakozunk. Advent időszaka nem a mi várakozásunkról szól, hanem Isten az, aki vár. Isten vár ránk. Szeretett testvéreim, kegyelmi állapot ez a várakozás Isten részéről. Annak az Istennek a részéről, aki nem egyszerűen csak áll és vár. Annak az Istennek a részéről, aki aktív cselekvő. Hiszen ő az, aki jön. Ő az, aki éltet és ítél. És ő az, aki dolgozik és megtart. Szeretett testvéreim, ebben a mostani adventi időszakban is újra és újra gondoljuk végig, van-e táplálék. A gyökereink megfelelő táplálékot kapnak-e? Van-e víz, mely éltet? Van-e az Isten jelenléte a mi életünkben, amely gyümölcs termővé válthatja mindazt, ahogyan és amit megélünk? Adja Isten, hogy ez az adventi időszak várakozás legyen, várakozás, de az Isten. Ne a magunk ötleteire, ne a magunk elképzeléseire. Várakozás legyen arra, aki érkezik és jön, és aki várja, hogy megszólíthasson, várja, hogy mi meghalljuk ezt a megszólítást. Így kívánom, hogy áldott adventünk legyen. Áldott adventünk, akik várunk az Úrra. Hozzánk ítélettel és szeretettel érkező Úrra. Amen. Könyörögjünk. Menjen, Atyánk! Magasztaljuk örök kegyelmedet, hogy az idő teljességében elküldted a világ megváltására egyszülött fiadat, akinek ígéretében bízva könyörgünk most hozzá. Úrunk, az adventi időben is munkálkodj közöttünk szent lelkeddel, hogy igéd gyümölcsöt teremjen életünkben, és felkészülten várjuk a számadás napját, üdvözítünk második eljövetelét. Úrunk, könyörgünk kisítő testvéreinkért, akik nem merik kezedbe bízni életüket, és szüntelenül aggodalmaskodnak önmaguk, szeretteik és az egész világ jövőjén. Mutasd meg nekik is szeretetet, hatalmát. És osztasd el minden félelmünket, hogy teljes szívvel rád hagyatkozzanak, és megismerjék a belép vetett bizalom békességét. Úrunk, oldalmakba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat, minden keresztény testvérünket szerte a világon. Teremts egyetértést és egységet megváltó gyermekeid között, hogy amikor Szentfiad születését ünnepeljük, az egész világ felismerje benne üdvözítőjét. Urunk, tekints irgalommal minden emberi közösségre. Védelmezd a családokat. Fűzz szorosra a szeretet kötelékét a házastársak között. Engeszteld ki egymásról a különböző nemzedékeket. Óvd meg gyermekeinket és az ifjúságot minden veszedelemtől. Adj kegyelmét a világnak, hogy minden ember üdvözüljön. Légy azokkal, akik betegek, légy azokkal, akik utolsó útjukra készülnek, és végigasztald a gyászolókat, azokat, akik sírnak szeretteik után. Urunk, hallgass meg minket, és add meg mindazt, ami dicsőségedet és ami üdvösségünket szolgálja, szent fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most a gyónásra, úrvacsorára készülve a 306-os énekünk második versszakát énekeljük, az úrvacsora alatt pedig majd a 12-es liturgiához lapozzuk.
vizsgáljuk meg magunkat Isten színen. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb vezetni. Az Úr Jézus Krisztus apostola pedig így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljétek a gyónásokat. Az élő Isten szín előtt kértem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Valod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Valod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel. Igyekezel. És végül hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed. Hiszed. Legyen nékünk, ami hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Istenünk irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzáfordulok mégis, nincs más reménysége. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartanak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánom és Krisztusban reménykedő testvéreim. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet és megváltót küldtél a világra. Ezért az angyalokkal, az üdvözöltek mennyei seregével és a földön küzdő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel kérdetjük, szent neve dicsőség. Thank you.
gyümölcsöket szeretett fia az élete árán, és megörvendeztetett jogságoddal minden teremtményen. Ezért a nagy érdemedet kérünk, küldd el most lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely tértetek adatok. Ezt cselekedjétek az én emlékezőben. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremmel, amely tértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Isten, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erősítve ragaszkodjunk hozzá, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Végezetül vegyétek Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát teréhez, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békét.